Lázasan folyt a munka a bátaszéki székelyközösség disznóvágásán. Az egyesület férfi tagjai az udvaron dolgozták fel a húsokat, az asszonyok bent a konyhában tevékenykedtek. A közel 200 kilós jószág feldolgozásában Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is aktívan részt vett. Bátaszéken mindig van feladat bőven. Épp ma a székely közösség vág disznót, 7:30-kor kezdtünk, egy közel 200 kilós jószággal, elég sokan voltunk rá, szépen haladunk, úgyhogy remélem estére a disznótoros vacsorára el is fogunk készülni, és finomabb székely ételeket fogunk majd enni. Hát mindenbe segítkeztem, alapvetően a fő feladatom az a vérfelfogás volt, illetve a húsoknak a darabolása, a csikozása, most folyik a darálás, nem sokára utána elkezdünk tölteni, szinte mindenből kolbász fogunk majd készíteni, de sokan vagyunk rá, és nagyon lelkes a közösség. Amíg a férfiak az udvaron tették a dolgukat, addig az asszonyok bent a közösségi teremben készültek elő a vacsorára. Egy hatalmas üsben már sórakoztak a székelygaluskák, amiből tetemes mennyiséget főztek, hiszen közel 100 embert vártak vacsorára. Illésné Erős Ágnes elmondta, hogy hogyan készítik el ezt a székely finomságot. Ezt úgy szoktuk, hogy megvesszük a boltba, és hirtelen lesavanyítjuk. Az azt jelenti, hogy meglékeljük a káposzta közepét, és akkor beletesszük forró ecetes sós vízbe, amit ízesítünk csomborral, kaporral, babérlapival. És akkor, ahogy a hő hatására leválnak a levelek, úgy szépen leszedegetjük, lefájoljuk, az azt jelenti, hogy van a káposztának ez a megvastagodott része itt, ezt úgy szépen leszedjük, és kettévágjuk, ha nagy a lapi. Gazdaságosan dolgozunk, egy lapiba kettő galuskát töltünk. Ez 18 kiló hús, és körülbelül leszünk 100-an itt ma este vacsorára. Úgyhogy rákészültünk a lapikkal, a hússal, és lesz hurka kolbász, és üstbe főzünk levest, húslevest. Úgyhogy ilyen nagy volumenű lesz a ma este itt a terembe. Molnár Péter, a bátaszéki székelyek baráti körének elnöke elmondta, hogy az egyesület férfi tagjai közül sokan jöttek el segíteni a disznóvágásra, kicsit többen is, mint amennyi kézre szükség lett volna, viszont ezt egyáltalán nem bánta, hiszen a rendezvény célja nem csak a munka volt, hanem a csapatépítés, a közösség összetartása. Este 6 órától vacsora, közös vacsora, húsleves, főtt hús tejfölös tormával, töltött káposzta és sült hurka kolbász. És lesz egy kis zene, lesz egy kis tánc a végére. Tavaszba próbálunk belelátni, tervezünk egy népcsoportok közötti, nem mondom, hogy disznóvágás versenyt, de március 19-én szeretnénk, hogy egy közösségben és egy udvaron belül mindegyik népcsoport meg tudja mutatni, hogy ő hogy szokott egy disznót szétszedni, és ennek jövőjeként pedig valamikor Pünköst környékére tervezünk ebből egy nyitott kapuk utcáját, hiszen most már Bátaszéken, a Kossuth-Lajos utcában vannak a németek, a felvidékiek és a székelyek is, és úgy gondolom, hogy ebből a disznóból, amelyet országgyűlési képviselő úr ajánlott föl minden népcsoportnak, ebből mindenki a saját szájíze szerint tudna elkészíteni ételeket, és ezeket megpróbálnánk a nyilvános közösség felé megkóstoltatni. Az egyesület hitvallása, hogy a székely néphagyományokat hűen őrizze, ápolja és továbbadja a következő generációnak. Ezt a célt szolgálta a disznóvágás is, ahol fel lehetett eleveníteni a szokásokat, enni lehetett a hagyományosan megfőzött népi ételekből.